Újabb hét, sajnos újabb botrányok a magyar parlamentben. Brutális lopás a nyílt színen, ezt tudom mondani arról, ami történt a héten a parlamentben. A Fidesz ugyanis annyira fél, hogy meg fog bukni 2022-ben, teszem hozzá jogosan, hogy elkezdte kimenteni az állami vagyont, egyetemek vagyonát kimentik, gyakorlatilag ellopják, mindezt úgy, hogy magánalapítványokba vitték át, törvény által szentesítve a vagyonokat, a kuratóriumok élére fideszes embereket tesznek, tehát ez egy teljesen egyértelmű, nyílt lopás. Gyakorlatilag megszüntetik az állami felsőoktatást, ellopják a vagyonokat, azt a vagyont, amit mi, ez az ország hozott létre az elmúlt évszázadokban, a saját maguk hasznára akarják fordítani. Én nagyon remélem, hogy ennek az egész állapotnak egy éven belül vége lesz, a Fidesz veszíteni fog a 2022-es választásokon, és végre megkezdhetjük Magyarország újjáépítését. Én a 25 éven alatti munkavállalóknak is 250 ezer forintos havi nettó jövedelmet szeretnék, minimum. Ezért nem szavaztam meg a Fidesz-KDNP által benyújtott törvényjavaslatot, mely megint a személyi jövedelem adóval, egy adónemmel szórakozik, csökkentgeti 25 év alatt. Ez egy toldozása, foldozása a magyar adórendszernek, ami alól sajnos, mint mindig, a magyar munkáltatók ki fognak hátrálni és meg fogják oldani, hogy valójában ez a korosztály ugyanúgy ne kapjon többet, mint ahogy eddig sem. Én vállalom ennek a felelősségét, tehát egyedül ezt én a magyar parlamentben nem szavaztam meg, mert én azt szeretném, hogyha minimum havonta nettó 250 ezer forintot lehessen keresni Magyarországon. Most már hosszú évek óta küzdünk azért, hogy Magyarországon a gyalogos átkelőhelyeket sokkal jobb minőségűek legyenek, és hogy sokkal kevesebb baleset legyen rajtuk, hiszen jelen állapotunk szerint naponta 3 baleset van, és rengeteg közül, ezek közül súlyos baleset, illetve halálozás is rengeteg van. Jó hír, hogy a Gazdasági Bizottságtól kaptam egy levelet, a Gazdasági Bizottság vezetőjétől, Bánki Eriktől, aki arról tájékoztatott, hogy az általunk veletek közösen kidolgozott Zebra Minimum programból lassan-lassan törvények lesznek, és elindul ez a programnak a megvalósítása. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a parlamenti munkámnak ezügyben van eredménye. Köszönöm a segítségeteket, én veletek együtt tudok erős lenni. Ezentúl is figyeljetek oda magatokra, egymásra, és most már nézzétek a zebrákat, mert nagyon remélem, hogy pár hónap múlva már új és biztonságosabb gyalogos átkelőhelyeket használhatunk.